Nem is vettem egyébként észre, hogy a következő stage, az a felhők lesznek, ugye már a kékeket elértük, következő a felhők, ami viszont már ugye 80% által is mindjárt készen van, ugyanis nagyon durván pörög ugye az oxigén, jelenleg a biodómnak köszönhetően. És azt hiszem, a melegnek köszönhetően lassan elkezdenek majd olvadni ugye a jegek is. Ezért lesz a következő stage. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor az eső. Tehát az idő alá szálló vizecske. És... ja igen, felnyílt nekünk ő, úgyhogy ebből kellene nekünk egy pár darabot csinálni, ami azt jelenti, hogy a jeget innen nem akarom felhasználni, inkább gyorsan akarok szedni egy keveset addig, ameddig még van. Ugye ezek lassan elkezdenek majd olvadni. Azt hiszem, akkor, amikor az eső is elkezd esni. Igaz, hogy utána majd fogunk tudni ilyen esőgyűjtőt csinálni, de természetesen ameddig még van jég, azt azért érdemes összeszedni. Minden egyebet is. Úgy. És szerintem hamarosan meg fogom csinálni a... amit is... na, el is felejtettem. Hirtelen. Na. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Ah, igen. Akkor nem is volt fontos. Ja igen, a T3-os mining speed chip az szerintem nagyon kéne, hogy gyorsabban tudjunk. Nyersanyagot szedni, mert az így egyelőre eléggé lassú. Az összeset megcsinálom víznek, amit összeszedtünk. Jó, elfogyott. Magnézium és alumínium, illetve ez a fajta növény kell nekünk. Launch platform. Na, ez nekünk nagyon jó lesz majd hamarosan. Magnéziumból is szintén 3 darabra szükségünk. Már azt akarom megnézni, mennyi. Energy 13. 2-t bír el jelenleg, azt hiszem. Na, ezt még gyorsban megnézzük, mert úgyis mindjárt kész van. És plac. Ja, current stage. Megvannak a felhők, akkor most már ugye az esőnek kell kialakulnia. És látszanak is felhők. Jó. Ide rakom. Ezt. Ide rakom. Nézem, hogy mennyi energia maradt. 5. Aha. Akkor kelleni fog nekünk még egy solar panel. Mindenképpen. Örök harc az energiáért. Volt. Köszönöm. Így viszont ugye azt látjuk, hogy egy magnézium és egy alumínium kell.
Így. És már itt szépen nő a fű. Azt tudni kell, hogy ha ki is nő teljesen a fű, itt abban a pillanatban, hogy ezt innen felvesszük, a fű eltűnik innen, úgyhogy sajnos egyelőre nem maradandó. Őt pedig ide rakom. Nagyon jó. T3-as hitert egyelőre. Tudom, hogy csinál. Kellene a drill is, meg a heater is, mindenképpen. Valami még annyi energiát nem eszik. Nézzük csak. Azt akarom megnézni. Hamarosan innom kell. Van T5-ös backpack is. Jó tudni. 875 KT-nél fog felnyílni az atmoszférából összegyűjtős víznyelő vízénk. Super alloy. Root, water filter. Flower pot, heater 4. Ez sem az. Alkogenerátor. 2-es biodóm, T4-es. Nuclear fusion generátor. Ez mi? Én csak arra van. Viszont nuclear generátor az itt van. Az 60... 60 pascal nyomásnál fog nekünk ez felnyelni. Ez még egy kicsit arrébb van, úgyhogy nekünk mindenképpen kellene még csinálnunk szolárpaneleket. Annyit, amennyit csak tudunk. 5. Így. Ez még kell szilikonból. Kell még 4. Magnéziumból szintén 5. A kobaltért pedig majd folyamatosan vissza kell jönni. Jó. Még egy tudunk rakni. Úgy. Kell még kobalt. Így. Ja, a nappalem park az lassan készen van. Túl sok. Akkor még egyet lerakunk ide. Szuper. És megnézzük a T3-as drillhez. A V2-t le kéne raknunk. Igen, most van 108 kW-unk. Iron, titanium, alumínium. Így. Az alumma mennyire tele voltunk, aztán egy hirtelen megint. Ugye, milyen kevés lett itt az alapanyag. Ő mehet ide. Dolgozik nekünk szépen. Ez azért is jó, mert ezek a fúrók ugye szintén meleget, illetve nyomást szabadítanak fel. Így.
Ó, majd van a biomassa is. Nagyon jó. Jó. Pressure. Hát szerintem én csinálok még egyet. Ezáltal ugye a hő és a nyomás is emelkedik. Főleg a nyomás, de legalábbis pici hő is pluszban. Azért a méretkülönbségek azért láthatóak egy icipicit. A legfurább helyekre is egyébként fel lehet rakni. Arra le lehet rakni. Egy, tessék, itt. Úgy jön az oldalát, hogy... Szuper. Na. És akár ide is fel tudok jönni. Na, ezért is jó. Illetve, ezek már készen is vannak. Ó, benne marad a mag, és akkor szépen növekszik tovább. Régen kivette. Ez 25-öt, ez 60, ez 40, ez pedig 35 health-et javít, illetve ad. Most még meg lehet őket enni, viszont ugye a későbbiek folyamán szükségünk lesz rá. Kicsit szűkösebb a hely, nem tudok átmenni. Egyelőre ide rakom. Szépen alakul nekünk itt a dolog. Nem is tudom mi. Ó, ez is felpörgött. Úgyhogy akkor az eső is szépen lassan meg lesz nekünk. Az oxigén az jól halad. A nyomás is nagyjából. Flower pot, az nem nagyon lényeg, ez inkább ilyen dekorációs cucc. A meleg. Nézzük csak. Jó. Szerintem... kettőt fogok tudni csinálni. Bár megnézzük, hogy ugye mekkora. Aha, jó. Nézzük csak így. Ez jön ide. Ezt ide már le tudom rakni. Igen, ide. Szuper. Jó. Jó, most már a hő is felpörgött, és még van 47 kilowatton. Na, ez jó. Ez tetszik. És szerintem... Tücsök. 865 gram biomassa, az igazából hamarosan elérős lesz. Csinálok egyetlen egy darab oxigén kapszulát. Lehet, hogy volt már nálam még egy. Nem baj. Így. Elmentem. És visszamegyek. Oda be. Szerintem még a maradék dolgokat összeszedem. Aztán... hát nem tudom. Merre induljak majd. Mintem majd azt a részt fedezem majd szépen fel. Fölülről már kapjuk a
az így járlást, és a liquid water, tehát a vékony víz megjelenése, az már 27%-nál jár. És sikeresen meg van építve, ugye ez a kis vízgyűjtő, illetve az első ilyen nukleáris energia, hát erőmű, ami 86 kW-ot hoz ki magával, viszont ugye ehhez uránium rudak kellenek, az pedig eléggé ritkás. Vissza a kis boxként, jó, úgyhogy én most elindulok arra a csillogó kis kövek felé. Azon a részen találhatóak az alumínium nyersanyagok, illetve amikor már tudunk majd lerakni bányászképet, az bizony nekünk fogja ott szedni a dolgokat. Ó, igen. És vannak ilyen aranyládák is, ezekben kifejezetten Golden Flower. Szuper. Ezekben a ládákban értékes dolgok vannak, viszont ezek az aranyládák nagyon el vannak rúgva. Éppen ezért kell igazából a mapon, ami ugye jelenleg nem túl nagy, úgy végigmenni, hogy szinte minden kis lukba belenézünk, minden apró részletet megnézünk, mert tényleg sokszor nagyon-nagyon el van dugva. Ott is van egy roncs, kisebb. Itt meg még egy láda. Viszont, hogy látjátok, már most el vagyok. Úgyhogy álltek is vissza. Ilyen gyorsan. Hát a T5-ös patyóval igazából azt hiszem csak egy sorral fog majd az inventorink nekünk nőni. Úgyhogy az nem éppen túlzottan sok. A developerek azt ígérik, hogy azt írták, azt hiszem a legutóbbi híreikbe, hogy dolgoznak azon, hogy kisebb járművekkel is lehessen haladni, mert ugye bár van nekünk ugye ez a jetpackünk, viszont hát nem éppen a leggyorsabb kis dolog. Azt hiszem a T3-os is csupán annyit tud, mondjuk úgy extrába, nem is hogy gyorsabb, hanem magasabbra tud fel. Jöjjünk, ez már tele van. Jó tudni, hogy magasabbra tudunk vele felrepülni. Jó, kaja az itt van most bőséggel, ahogy látom. Ezt pedig szépen derakom. Na, tessék. Szuper! Ez a Golden Flower pedig 600%-kal növeli az oxigén termelést. Ezek is készen vannak. Jaj. Rossza. Majd már van ironunk. Egy. Nézem már ki valahogy. Nem tudom hozzá csattintani, mert...
volt ott vala izé? Nukleáris. Aha. Ezt hiszem. Ja. Na mindegy. Ezeket most ide kidobom. Viszik egyet, illetve van egy kis gyorsan. És már suhanok is vissza. Akkor először érdemes ugye összeszedni az összes felelhető ilyen ládát. Illetve majd ezt fogom tenni, hogy ilyen nagyobb messzi utakra kell mennem, akkor szerintem egy-egy ilyen kabin részt fogok építeni, hogy ne kelljen állandóan oxigén kapszulákat gyártanom. És ahogy bemegyek, akkor nem fulladok meg. Itt is át tudok jönni. Nagyon jó. Érdemes szétszedni ezeket, hogy tudjuk már abban nincsen semmi. Ah, itt is van egy csip. Itt is lesznek majd roncsok. Először ezt a részt skubizzuk alaposan körbe. Nehogy véletlenül kihagyjunk valamit. Jó, ott. Ah, itt is van. Szuper. Ezeknek a szétszedésével pedig jó minőségű alapanyaghoz jutunk. Jó. Szerintem itt már csak ez a roncs lesz, és a körülötte meg a benne lévő ládák. Mi jó, mert akkor azzal már a negyedik roncsot fogom kiüríteni. Ugye az volt az első, az a második, a harmadik ott bent a az érdekes sziklatábolák között, és akkor ez most itt a negyedik. Azon kívül ott az ötödik, ott láttuk a hatodikot, ott van egy hetedik, illetve vannak ugye eldugott dolgok is, ahova be lehet menni. Pontosan ezért kell nagyon alaposan így járni a mappot nyitott szemmel. Szuper alumi, alumínium, kobalt, hoppá, kobalt ide jön. A titánium ide. Silikon. Az iron-t meg csak így itt kidobálom. Lekódoljuk ezt a mikrochipet. Shredder machine. Ez micsoda is? Nem sem emlékszem rá. Aha, a recycling a gép az igazából szétszedi ugye az alapanyagaira azt a dolgot, amit beleraktunk. Mondjuk egy mikrochipet akkor azokra az alapanyagokra, ami abból felépül, ez a shredder machine pedig igazából hát valamint egy kuka. That destroys objects placed inside. Ja, hát igazából
véglegesen megsemmisíti azokat a dolgokat, amik bele vannak rakva. Szerintem arra nincs nagyon szükségünk. Mert ha mondjuk valamire nincsen szükségünk, akkor azt mondjuk nem hozzuk el. Mert nem látom értelmét ennek. Főleg úgy, hogy áramot is zabál. Teljesen fülösleges. Szerintem. Már itt is vagyunk. Ó, ezeket elfelejtettem. És van egy, és itt is van egy. Nagyon jó. Nincs, nem kaptam vizet? Nem. Mindegy, itt legalább tudom, hogy van még egy darab. Látikó. Jó. Tele vagyunk. Aha. Jó. Megnézzük ez a két mikrocsip, mit is tartalmaz. És... Most jött eszembe, felnyed nekünk a biolaboratórium, úgyhogy lehet, hogy meg lassan azt is meg kellene csinálni. Viszont előtte szerintem mindenképpen egy új második nukleáris kiserőműünket kell majd megcsinálni. Meg legyen hozzá energy. Az szép. Már nézzük. Ja. Ah. Alumínium. Szerintem az összes beférni? Hát nem. Na, megvan az ore extraktor. Tehát ez ilyen egyszerűbb fémeket fogja tudni nekünk kiszedni a földből. Nincsen. Nincsen. Ja, előbb. Miért bármit csinálnánk. Lámpa. Kettes szatelit. Az nem fontos. Igazából egyik sem. Jó. Jó, egyelőre őt ide rakom. Jó, akkor lerakom én ezt ide őtre. Jó, lesz itt. Nagy. Kell nekünk két waterpata, urániumrod és kettő szuper alloy. A vizet ugye innen tudjuk beszerezni. Így pont van egy urániumrod, mert találtam egyet és kettő plusz szuper alloy. És ezzel is tudjuk csinálni a második. Gyönyörű. Opa, biolab ozmium kell hozzá. Olyan nincsen. Olyanom még nincsen. Jó. Tehát iszok.
Oké, okay, nálam marad a kobaltot, még talán át tudom rakni. Aha. Csak. Haha. Kár, hogy nincsen. Itt föl lehet rakni a falra. Úgyhogy én ezt az azt ide rakom. Így. Legalább ezzel is fogy nekünk az iron. Valamint is tele van, azt hiszem. Jó, akkor egyelőre azt hiszem. Ide ezeket bedobálom. Jelenleg nem kell. És elmentem egy pillanatra. Megnézzük, hogy elkezdtek-e olvadni már a jégtömbök. Ez ott annyira nem. Már itt vagyok, akkor szedek egy kis iridiumot is. Elkezdett olvadni, de csak minimálisan. Jó. Hú, hol is volt még? Az első. Igen, az első roncsnál. Oda kell elmennünk. Szedünk egy kis levegőt, akkor aztán már megyünk is tovább. Talán így itt szépen fel tudunk menni. Aha, fel hát. Jó otosba. Hát talajtól egy körül egy-két méterre lehetünk. Aha. Itt elkezdtem. És itt van az oszmium. Ezért fontos, hogy elkezdenek olvadni. Itten ezek a satykák. Illetve szulfúr. Ezekre szükségünk van nagyon. Szuper. És ez mit ír? 5 munkánál. Aha. Ezt majd meg kell nézni. Pontosan mennyi lényis lesz, tehát mindegy. Csúgy ez így. Vannak még egyébként így egy-két helyen barlangok. Tehát nem kell félni, hogy nem lesz, csak mondjuk kicsit időkérdése, hogy meg is olvadjanak. Aha! Most 309NK és 5 UK-t írt a hőmérséket, viszont azt hiszem, hogy az oxigénnél miért nincs olyan kis plusz jelecske. Na mindegy. Liquid water 57%-nál tart. Jó. Akkor. Jön az iridium. És alumínium. Azt gondolom, hogy dobtam el. Jön. Szuper alloy. 3 darab.
Jó, csak kis vihar van. Úgyhogy csak vihar van. Jó, nincsenek meteoritok. Ide tudnám. Ez valahogy nem akar hozzácsatlakozni oldalt. Pedig jó lenne. Ezzel az oldalon nem. Esetleg. Valószínűleg nem, akkor viszont... Mindegy. Akkor viszont erre nem lesz szükség. Nem a biodómot. Az ajtót akarnám. De nem engedi. És nem mindegy. Akkor a biolabort... Akkor így csappantom hozzá. Jó. Azt a sok-sok iront pedig felszedem. Így. És alája pakolok. Mindjárt, hogy csak a levegőbe leveg. Jó. Oké, és... téged hova? Oké, te ide jöhetsz. De még van, jó. Ez ide miért nem jó neki? Nincs itt semmi, ami az útjában lenne, én ezt nem értem. Ez fura. Most pont elfogyott az ájról, hogy kiderítsük, hogy miért nem jó neki. Ezek csak van, ami itt. Titán, titán, titán. Van. Meg itt is van. Visszalebegőzünk. Ez pedig ide jön. Fura. Ja, van még egy. Jó. Hol téged vette? Ide. Egy. Nagyon jó. Egész jól haladunk. Jó. Szulfur, az jöhet ide. Ez pedig az oszmium. Így ráírjuk. Így. És már jöhet is bele. Ezt megesszük, megisszuk. Alumíniumnak még mindig nincsen helye. Egyelőre csak ide. Nagy, kidobom. Na szóval. Nézzük meg, hogy van-e még valami. Van
amit meg kéne majd építeni. Ez nem olyan sürgős, tehát ez nem még ráérünk. Igazából... Ez majd jó lesz. Opa. Jó, energiában jól állunk. Ezeket meg akkor inkább ide fölrakom. Ezt is ide. Éj, alig lehet látni. Kék szavam! Jó. És akkor ez nekünk itt a biolab. Nézzük csak. És akkor itt lehet majd craftolni. Baktérium mintát, bioplasztikot, kétféle, mondjuk úgy, hogy műtrágyát, explosív powdert, illetve mutagént. Így, és úgy mondtam, ugye ezért kellene majd nekünk növeszteni a növényeket, ugyan is a bioplasztikhoz az a gombafajta kell, illetve ez a két fertilizerhez, eggplant, illetve az a squash. Jó. Algánk pedig majd akkor lesz, ha az állóvizek szépen megjelennek a bolygón, és tudunk ilyen alapgenerátort rakni rá. Liquid water az 70%, úgyhogy az megvan. Ami ugye, hát gyakorlatilag az eső. Akkor utána szépen előttünk meg fog telni itt ez a rész a vízzel. Úgyhogy ezt már nagyon várjuk. Illetve megnézzük. T4-es hiter, az nagyon sokára lesz. T5-ös backpack szintén. Ez még nem fontos, úgyse tudjuk megcsinálni. Nukleár reaktor T2-es. Hát igen, a pressure-nek is elég szépen beljebb kell majd mennie. Jó, hát akkor itt egyelőre majd sok-sok-sok-sok lootolás, craftolás lesz. Illetve várom én majd, hogy szépen megjöjjön az a bizonyos víz számunkra.